Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt megtekintjük azt, hogy mi várható szeptember hónapban a Bika jegyében születetteknél. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, akkor az személyes és passzol a te helyzetedre. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Van jelenleg egy akció, mégpedig ha írsz egy e-mailt, és kéred tőlem az ingyenes szerencse számodat, akkor azt megválaszolom, és megkapod ezt a számot, ami szerencsét hoz. Mindez ingyenes. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Első hét, szeptember hónapban itt látható az első sorban. Itt látható Justícia, az igazság istennője, de jelenti gyakran az igazságtalanságokat is, ami itt is látható. Az egyiknek mindene van, a másik kap ebből valamit, a harmadik nem kap semmit. Ez jelenthet egy bírósági ügyet, ahol itt még vannak félreértések, viták, veszekedések, de látható, hogy győzni fogsz, és az igazság kiderül. Ez nem biztos, hogy bírósági ügy, lehet az is, hogy benne vagy egy bizonyos helyzetben, amikor úgy érzed, hogy mások igazságtalanul bánnak veled. De itt megvan a győzelem, a nap jelenti a te magabiztos fellépésedet, kiderül az igazság, itt valami közeledik, vagy valaki közeledik hozzád, itt megvan a kapcsolat, vagy lehetnek szerződések is. Amennyiben ez a férfi még házas, akkor itt a kasza jelentheti a vállást, itt van egy bírósági ügy, viták, veszekedések, de győzni fog ebben a helyzetben. Amit a kasza még jelenthet, hogy olyan események történnek, olyan hirtelen, amikor nem is számítasz rá. Itt a kettes szám jelenthet egy párkapcsolatot, téged és őt. A gyűrű szintén erre a kapcsolatra utal. Azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Más életterületen itt ez a két kártya jelenti a szerződéseket. Második hét, szeptember hónapban itt látható. Itt van egy férfi, és ez a férfi komoly döntéseket fog hozni. Kezébe veszi a dolgokat, és keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled. Ezzel a karttal le lehet zárni valamit, mint például egy volt párkapcsolatot, hiszen ez a kígyó jelenthet egy hölgyet a múltból. A kígyó jelenti a gyógyító erőt és a megújulásokat is. Itt a csillagkép szerencsét hoz, vagy jelent egy spirituális területet. Sőt, ez a főpapnő szintén erre utalhat, és a könyv a tudásodra, a bölcsességedre, vagy továbbképzésre. Ez kihat a munkádra, a hivatásodra, hiszen erre utal a horgony. Sőt, megjelenik itt a nyilvánosság. Az is lehet, hogy írtál egy könyvet, és ez megjelenik. És itt van a tudásod, a tehetséged, a kreatív tevékenység. Az is lehet, hogy tanulsz még valamit, ez kihat a munkádra, itt van az elismerés, a megújulások, egy spirituális terület, és a gyógyító erő. Ez a főpapnő őrzi a sorsok könyvét, és ez lehet ez a könyv. Itt lesznek majd sorsdöntő változások, sorsdöntő döntések.
harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Figyelj a belső hangodra. Ez a kártya a belső forrás, az intuíciót. Ez szerencsét hoz. Itt te is, ha egy hölgy vagy, fontos döntéseket fogsz hozni. Lezársz bizonyos eseményeket, ami a múltban félreértésekhez vezetett. Itt voltak a múltban harcok, kihívások. Ez lezárul. Lesz egy sorsdöntő fordulat. Itt kinyílik egy kapu számodra, valaki átnyújtja ezt az arany érmét, ez lehet anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat. Itt meg lesz a belső egyensúly, ez a harmónia. Lezárod a múltat, a könnyeket, hiszen itt látható a könnyek mezeje, amitől most elbúcsúzol, lesz egy új irány. Mielőtt lépéseket teszel, azért kell, hogy meditálj valami felett, kell még egy kicsit ez a nyugalom, vagy egy bizonyos elképzelés, ami itt ezen a szent képen látható. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható sok a munkád, de lesznek munkahelyi változások, lesz egy új irány. Légy magabiztos, vedd kezedbe ezt az arany érmét, figyelj oda az anyagiakra, vagy légy annak tudatában, hogy értékes vagy, megvan a tehetség. Itt látható egy új kezdet, nem csak a munkahelyen, hanem lehet egy családi kapcsolat is. Itt lesznek változások, az egyik partot elhagytad, az új partra még nem érkeztél oda, az a fontos, hogy jó legyen az irány, és jó döntéseket hoz. Valaki visszatér a múltból, vagy gondol rád a múltból. Cselekedni fog, de még megáll egy pillanatra, odafigyel az anyagiakra, hiszen előtte ez a hal, illetve a halak jelentik az anyagi helyzetet. Ami téged illet, itt van egy öröm, egy meglepetés, ez lehet egy nyeremény is, vagy valaki megajándékoz téged, hiszen értékekről van itt szó, értékes vagy számára, és ez lehet valaki a múltból. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!